Az MTK a Békés Csabát fogadta Dunaújvárosban. Tiám cselezget, majd Nikács elé kerül a labda. Nikács még, vezet az MTK. Az 51. percben Darko Nikács a gólszerző. És hiába támadtak 50 percen keresztül a vendégek, és sorsszerűségnek köszönhetően a hazaiak szerzik meg a vezetést. Nikács, fogalmazunk úgy, hogy szemfüles, hiszen jó időben jó helyen tartózkodott, és az ittszert sem hibázza el.